Életem egyik legnagyobb élménye az volt, amikor édesapám énekkarába együtt énekelhettünk. A József Attila gimnáziumban volt egy 200 tagú vegyes kar. Az mindig egy nagy ünnep volt, amikor a sok-sok hang együtt rezeg. Annak van egy összetartó ereje. Van egy olyan program, például részt vettünk mindig a budai napokon, ahol tulajdonképpen az összes budai gimnáziumnak az énekkara szerepelt. És az nem csak arról szólt, hogy a mi gimnáziumunk versenyez egy másikkal, hanem az összehozott minket a többiekkel is. Sőt, egyszer részt vettem egy másik alkalommal is, amikor egy egyetemen együtt énekelt, én nem is tudom, talán 10-20 énekkar. Minél többen vagyunk, annál inkább azt a bizonyos Beethoven örömódát éljük meg, amikor egyszerűen egy szál hangnak is megvan a varázsa. Na de amikor az az összes egyszerre szólal meg, az olyan érzése van az embernek, mint hogyha a hegyet is le lehetne rombolni vele. Úgyhogy én azt hiszem, hogy ez egyike azoknak a dolgoknak, amelyikben ős erő van. Olyan erő, ami az emberek szívét megnyitja, és olyan erő, amiben azt érezzük, hogy együtt örülhetünk valaminek. Ez nagyon ritka, nagyon kevés olyan alkalom, talán a táncban van még ilyen ősi erő. De amikor pláne sok fiatal, tehát kisgyerekek, 18 éves körüli fiatal együtt énekel, abban valami olyan lelkesedés, akkora szemcsillogás van, ami magával ragadó. Úgyhogy én minden olyan alkalmat nagy szeretettel üdvözlök, ahol erre van alkalom, és erre hívja fel az emberek figyelmét, hogy milyen gyönyörű a közös éneklés. Úgyhogy minden olyan eseményt, amely ezt támogatja, vagy azt, hogy az emberek valamilyen szép dologban közösen részt vesznek, az csak előrevívő lehet. Regisztrálj te is! www.joyfulhungary.com